Szeretettel köszöntök mindenkit, szép jó estét, szervusztok, és nagy örömömre szolgál, hogy ismét Szabadkán lehetünk együtt ebben a teremben, és beszélgethetünk az Endről. Miért vagyunk itt? Péntek este van, nyári, gyönyörű naplemente, miért vagyunk itt ebben a teremben, Ernő bácsi által meggyújtott gyönyörű lámpások alatt, mit keresünk? Az ember az egyetlen ezen a földön, aki nincs megelégedve az életével úgy, ahogy az van. Szeretnénk szebbek, gazdagabbak, erősebbek lenni, lehetőleg örökké élni, lehetőleg fájdalommentesen kerüljön el a boldogtalanság, de legyen mindig boldogság, és valahogy nem jön össze. Ez már évszázadok, évezredek óta nem jön össze, és süketen, vakon, bénán keressük ugyanezt, amit évezredek óta nem tudunk megkapni. Ezért vívjuk a háborúinkat, gondolván, hogy ebből béke lesz, ezért zsákmányoljuk ki az erőforrásainkat, gondolván, hogy abból gazdagabbak leszünk, és nem történik más, mint hogy karmánkat gördítjük tovább évezredeken keresztül, szépen körbe karikába. Ha ez a Föld itt mesélni tudna, akkor elmondaná nekünk, hogy emberiség teljesen más csinálsz, mint amit kellene. Különösen a világnak ez a tájéka nagyon sokszor cserélt gazdát. Ugye? De ez a rög, ez a Föld, ez nem mondja, hogy én ehhez vagy ahhoz az országhoz tartozom. Nem mondja azt, hogy ez vagy az a párt a kedvencem. Mi tehát velünk a baj emberekkel? Miért keresünk annyi mindent, ami láthatóan nem is annyira evilági, de mégis hozzánk tartozik, mint például a tökéletesség, a függetlenség, a szabadság, a boldogság? Min szeretnénk mi felülemelkedni? Mi az, amit nem jó? És hogyha visszanézünk, amióta csak mint emberi faj feleszméltünk, küzdöttünk azzal, hogy mit jelent megszületni, felnőni, megöregedni és meghalni. Ezzel a mai napig nem jutottunk dűlőre. Különösen azért, mert úgy tűnik, egy nagyon fontos szakaszát nem látjuk az élet és halál körforgásának. És ez pedig az a rész, hogy miután kiléptünk a testből, utána mi lesz. És tájegységenként, kontinensenként, kultúránként, vallásonként más és más választ kapunk. Melyik az igazi? Melyik a miénk? És ha megszületünk újra, akkor hogy születünk meg? Miért született valaki Horgosra, vagy Kanizsára, vagy Szabadkára, vagy pedig Szegedre, Kecskemétre, Budapestre, vagy Bécsbe? Miért? Mi hozott minket ide? Mi hozott minket a szüleinkhez, a kultúránkhoz, az országunkhoz? És szerencsére a zen az kérdez, és egyre inkább kérdéseket tesz föl, egész addig, amíg le nem jutunk a fundamentális alapvető kérdésig, hogy mik vagyunk mi valójában. Mik vagyunk mi emberek, úgyis mint egyén, úgyis mint család, úgyis mint nemzet vagy nemzetiség, kultúra, civilizáció, mik vagyunk mi? És hát a kultúránk különböző darabjai nagyon sok választ kínálnak. A 11. századból van egy tihanyi alapító levelünk, és akkor mik vagyunk mi? Az ottani állítás szerint isa, pur és homo. Ezt mindenki tanulta. De tényleg ezek vagyunk? Az isáról nincsen különösebb tudományos vagy vallási magyarázatunk, azt nem tudjuk. De tényleg por és hamu vagyunk? De akkor, ha így van, akkor mi lát a szemünkkel? Mi hall a fülünkkel? Mi az, ami gondolkodik az agyunkkal, a fejünkkel?
Mi az, ami azt mondja, hogy most élek, de később nem fogok? És kiderül, hogyha az ember elkezd ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, akkor előbb-utóbb nagyon is magára lesz utalva. Nem fog elszigetelődni, nem lesz magányos farkas, de a saját erőfeszítésére lesz utalva. Az ennek van négy fontos alapelve. Az első, nem támaszkodás az írásokra. Miért? Azért, mert az írások, bármennyit is olvassuk azokat, azok intellektuális lenyomatai a tanításnak, és nem az élő tanítás. Tehát a csoki gyárból kijövő csokoládé, bármilyen csokoládé is legyen, az nem a gyár maga, az a termék. De hol van a gyár? Honnan jött az a tan? És ezért, hogyha az írásoknál megmaradunk, akkor nem érhetünk el addig a tudatig, amely azokat kigondolta. Második. Közvetlenül az ember tudatára való irányulás. Miért fontos ez? Nagyon szeretünk rendszerekben, szimbólumokban, vallásokban, tudományban és egyébben gondolkodni, amivel belevetítjük magunkat. De ezek mind közvetett, rendszerszerű és tökéletlen utak. Ezek elvihetnek egy darabig. Tehát olvassunk könyveket, gyártsunk szimbólumokat, gyártsunk rendszereket, csak vegyük észre, hogy ezek mennyire határosak. És igazi természetünket, igazi önvalónkat csak akkor érhetjük el, hogyha rákérdezünk, hogy valójában mik vagyunk mi, vagy mi vagyok, vagy mi ez, ami lát, hal, megszületik és meghal. És hogyha ezt megtapasztaljuk, akkor érjük el a megvilágosodást. Ez a harmadik alapelv. Megvilágosodás igazi önvalónk megtapasztalása által. És a negyedik az ennek az átadása. És ez az átadás, ez csak tudattól tudatig, közvetlen ráébredéssel, közvetlen kapcsolódással lehetséges, és nem valamiféle külsődleges ceremóniához, formalitáshoz, vagy egyébhez kötött módon. Úgyhogy ez a négy alapelv, és ez különbözteti meg a zent módszerében nagyon sok minden mástól. És erre bizonyos emberek rá tudnak hangolódni, mások kevésbé. És ez így van rendjén. A zen amióta működik, amióta a buddhizmus és a taoizmus kínai találkozásából létrejött körülbelül olyan 1700 éve, azóta nem térít, hanem csak tanít. Azóta egyre inkább letisztítja a kérdéseket, hogy a tanítványok választ kaphassanak rá, és ezzel elérjenek egy olyan tudatot, amely túl van életen és halálon, jón és rosszon, amely tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. És ebben a tükörben minden látszik. Ez a tükör, ez a pillanat. És ebben a pillanatban van a múlt, a jelen és a jövő. Ebben a pillanatban ismerem föl magamat és a másikat, a többieket. És ebben a pillanatban ismerem föl, hogy mi a helyzetem, mi a kapcsolatom, és mi a helyes cselekedet ebben a helyzetben és kapcsolatban. Ez mind itt és most van. Ha szétszakítom magamat múltra, jelenre és jövőre, ha szétszakítom magamat nullára és egyre, jóra és rosszra, életre és halálra, ha ragaszkodom ezekhez a minőségekhez, akkor nem tapasztalom meg igazi önvalómat, mely mindezeken túl van, sőt, mely mindezek kezdete és vége. És ha beszéltem a négy alapelvről, akkor most szeretnék négy alapvető emberi tulajdonságról is beszélni. Rendelkezünk gondolatvilággal, beszélünk, ki is mondjuk azokat, érzünk, rengeteg érzelmünk van itt szívtájékon, egyéb helyen, és van egy nagyon komoly cselekvés és akaratközpontunk, ez pedig úgy köldöktájékon van. Ezeket azért érdemes megfogalmazni és megkülönböztetni, hogy vegyük észre, hogyha ezek nem ugyanazt csinálják, vagy nem egy irányba mennek. Hányszor fordult az elő,
hogy éreztél valamit, de nem mondhattad ki, mert úgy érezted, hogy nem mondhatod ki. Gondoltál valamit, de a cselekedeted nem követte. Éreztettél valamit mással, de amit utána gondoltál és mondtál, az teljesen különbözött. A mi életünknek a járművéhez ez a négy kerék nagyon kell. Kellenek a gondolatok, az érzések, a beszéd és a cselekedet, illetve az akarat. Azt is vegyük észre, ha ezek nem hasonló vagy egy irányba mennek, akkor az életünk szét tud törni. Képzeljünk el egy autót, amelynek az jobb első kereke jobbra megy, a bal hátsó kereke balra megy. Mi lesz ebből? A tudatunk nagyon érdekes. Bizonyos széttagoltságot még kibír, de túl nagy széttagoltságba beletörik és belepusztul. Ezt hívjuk életválságnak. Nagyon fontos, hogy ezekből a válságokból tanuljunk. És megtanulhatjuk azt, hogy az életünk irányát egyszerűen és tisztán felvegyük, és a beszédünket, érzelmeinket, gondolatainkat és cselekedeteinket ebbe az irányba fordítsuk. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor azok a minőségek, amelyeket a társadalom számon kér rajtunk, legyen az moralitás, etika, jövőkép, ezekből nem lesz probléma. De hogyha az életünknek ez a négy alapvető komponense nincs egyben, akkor ezt nem tudjuk megcsinálni. Akkor nem vagyunk következetesek, nem vagyunk hűek, nem tudjuk követni azt az irányvételt, amit kigondoltunk, érzünk, de nem merünk esetleg megtenni. Tehát az emberben van egy olyan egységtudat, ami ezt a négyet látja. Ezt hívjuk Buddha természetnek, vagy igazi önvalónknak, amiről az első négy szólt. És a második négy pedig megmutatja, hogy ez hogy tud rendesen működni az életünkben, és a halálunkban is. Ez annyira fontos, hogy amikor tiszteletet adunk a felébredetteknek, akkor ezekhez a tulajdonságokhoz külön felébredett személyeket, bódhiszatvákat rendelünk. A gondolkodáshoz rendeljük a bölcsesség bódhiszatváját, szanszkritul Manjushri. A gondolkodás legfinomabb minősége, ez a bölcsesség. A második a beszéd. A beszédet hagyom utoljára, bár nagyon-nagyon fontosnak tűnik, és a másik kettő ismeretében majd meglátjátok, hogy ezt miért kellett így tennem. Tehát vannak az érzelmeink, és az érzelmeink legfinomabb változata az az együttérzés. Amikor nem csak a saját érzelmeimre fókuszálok, hanem felfogom azt, ami a másikban van, ami a másik szívében, lelkében, egész lényében van. Ez az együttérzés, az együttélés alapja is, legyen az család, közösség, társadalom, bármi. Ha nem fogom föl, hogy a másik szívében milyen érzések vannak, akkor rendkívüli elszigeteltség, rendkívüli szembenállás és nagyon-nagyon sok fájdalom következik ebből. Ehhez rendeltük Kvanszenbószált, kínaiul Kuanyin, szanszkritul Avalokitésvara, aki az együttérzés bódhiszatvája. A cselekvésről van szó harmadjára, és ő pedig koreaiul Dehaeng Bojongbosal. Nagyon fontos, hogy tetterősek legyünk akkor, amikor már tudjuk és érezzük, hogy mit szeretnénk tenni. De néha valami visszatart. Pedig már nyilvánvaló, hogy mit kellene tennünk. Már rég tudjuk és érezzük. És valami visszatart minket. És mi hiányzik? Talán az hiányzik, hogy megfogadjuk, hogy megtesszük ezt. És ezt beszéddel szoktuk. Szóban kimondjuk, megesküszünk, megfogadjuk, imádkozunk, és ez mind a beszédhez kötődik, a szavakhoz kötődik. És ennek a bódhiszatvája Kshitigarbha szanszkritul, vagy Jijangbosal koreaiul, és az ő teljes neve Devon Bonjon Jijangbosal, a nagy fogadalom bódhiszatvája.
És felteheted a kérdést, hogy ugyan már miért nem érezzük a szavainkat mindig eskünek, fohásznak, imának vagy fogadalomnak. És talán azért, mert a szavaink nagy részt leválasztódnak igazi érzéseinkről, leválasztódnak valódinak gondolt gondolatainkról, és nem fedik a cselekedeteinket. De hogyha ez felszámolódik, és a tiszta tükörben, igaz természetünk, lelkiismeretünk tisztán látásával ezeket egységesítjük és egy irányba fordítjuk, akkor a lényed összetart, akkor a lényedben egyfajta kohézió és összetartó erő marad. Mindig is ott volt, csak szeretjük széttagolni. De hogyha ez megmarad és erősödik, akkor átalakul a gondolkodás is, az érzés is, a beszéd is és a cselekedet is. Már nem csak magadról van szó. Már nem csak te vagy a középpontban. Hogyha az énedet kinyitod, te és a világ, te és a másik ember tudatilag, szívben egyé tudtok válni. És ezt az egyéválást keressük, bár nagyon sokszor nem tudunk róla. Azt mondjuk, hogy a boldogságot keressük, a békét keressük, a megállapodott jólétet keressük, de valójában hol van ez? Hol kezdődik ez? Akinek a szívében nincs egység és béke, tisztaság és együttérzés, bölcsesség és tetrekészség, az nem tud boldog lenni. Az nem tudja megtartani az értékeit. Az nem tudja megtartani a kapcsolatait. Az nem találja meg az útját. Ezért fontos az, hogy legyünk tisztában önmagunkkal. És ha ezt megtesszük, akkor tisztán látjuk a másikat is, a világot is, az életünket és a halálunkat. Ennyit szerettem volna bevezetőként mondani, és most várom a tisztelt hallgatóság kérdéseit. Jó estét kívánok! Én csak szerettem volna kérdezni, hogy honnét jönnek a mi gondolataink? A gondolatok. Honnét? Hogy következik egy gondolat? Ebben a csendben most volt gondolat? És amikor megjelent, honnan jelent meg a gondolat? Tudjuk? Nem. Onnan jött. Tehát a nem tudóból jön a gondolat. A csendből jön a szó. Mi az, ami éppen megjelenik? Kondicionáltságunk, szokásaink, karmánk kérdése, hogy éppen mi jelenik meg. Amikor ezt a hangot halljuk, akkor csak ez a hang van. Nincs gondolkodás. És utána rögtön megindulhat, de ebben a pillanatban nincs. És ekkor ezt a nem tudó tudatot meg lehet egy picit tapasztalni. Nyakon lehet csípni. És hogyha ezt folyamatosan tapasztaljuk, akkor urai lehetünk a gondolkodásunknak, sőt minden tudati jelenségünknek. Ez azért fontos, mert az emberek nagyon evidensnek tartják, hogy ha a vízcsapot megnyitjuk, de nem tudjuk elzárni, abból előbb-utóbb baj lesz. Azt nem tartjuk evidensnek, hogyha nem tudjuk a gondolatainkat, a beszédünket, az érzelmeinket és a cselekedeteinket egyszer csak elzárni, és nem gondolkodni, nem beszélni, nem érezni és nem cselekedni, akkor ebből baj lesz. És kiégetjük magunkat, és szétégetjük egymást, mert egyszerűen nem tudjuk abba hagyni. És a meditáció az azt jelenti, hogy érjünk vissza erre a pontra, érjük el a szabadságot saját kondícióink, berögződöttségeink, szokásaink és karmánk kényszerhelyzetéből, érjük el a szabadságot, és utána ismét gondolkodjunk, érezzünk, beszéljünk, cselekedjünk. Így kitűnő volt a kérdés. És ez azért fontos, mert meg kellene végre találni azt a csapot, ami a létünknek ilyen fontos aspektusait, tulajdonságait szabályozza. Honnan jönnek ezek? És nem tudom elmondani. De érzékeltetni igen. Nem lehet elgondolni, de tapasztalni igen.
És erről szól az zen. Ennek a megtalálásáról, ennek a tapasztalatáról, ennek a helyes használatáról szól az zen. Az a jó hír, hogy ez a valami, amit keresünk, ez már bennünk van. Ezt nem kapjuk valahonnan. Végképp nem adagolják így különböző formákban. Ami viszont akadályt jelenthet, az csak is a saját téves nézetünk, téveszmék, illúziók, az erre alapozott félelmek és harag és agresszió, illetve a vágyak, kötképek és ábrándok. És hogyha ezeket félretettük, akkor megtaláljuk igazi önmagunkat, egyben megtaláljuk gondolataink forrását, sőt enyészetét is. Találós kérdés. Ki volt ez a nagyon nagy tanító, aki ezt mondta? Én vagyok az alfa és az omega. Nem tudom. Pedig ez a Bibliában van, kérem szépen, Jézus Krisztus mondta, hogy én vagyok az alfa és az omega. Csak hogyha ezt az egoitásnak fordítjuk, mint ahogy a latinban megjelent, hogy az ego sum via veritas et vita, én vagyok az igazság, az út és az élet. Ha ezt az egoitással, a hétköznapi énünkkel azonosítjuk, hibát követünk el. Ha pedig azt látjuk, hogy igazi önvalónkból jön az összes gondolat, sőt oda is megy vissza, az összes érzésünk onnan származik és oda is megy vissza, az összes szavunk, megnyilvánulásunk onnan származik, és oda is megy vissza. Ez az önvaló mindegyikünkben benne van. Csak hogy ezt milyen mértékben realizáljuk, milyen mértékben tisztítjuk ki a teret, milyen mértékben tisztítjuk le a tükröt, milyen mértékben vagyunk ebben a pillanatban, milyen mértékben haladtuk meg a szokásainkat, a berögződöttségeinket. Ez dönti el, hogy mennyire tudjuk ezt élni, és éltetni. Azt szeretném megkérdezni, hogyha az ember gyerekkorában, aztán kamaszkorában, fiatal felnőtt korában, stb. Úgy érzi, hogy az egész élete előtte van, és utána annyi mindent rosszul csinál, gondolja ő, hogy lehet abból a slamasztikából kijönni? Először is meg kell állítani azt a folyamatot, ami ezt a slamasztikát egyre inkább mélyíti. Ugyanis a legfontosabb dolog az, hogy meglássuk, hogy mi hogyan járulunk hozzá a saját slamasztikánkhoz. A legrosszabb nézőpont az, amikor mást, másokat vagy a világot okoljuk azért, hogy olyan helyzetben vagyunk, amilyenben. Ez teljesen tarthatatlan, mert így nem lehet megoldani a problémát. Először, tehát saját kezünket kell felfedezni, hogy az mit csinál. A saját szájunkat kell így megérezni, és hogy mit mondok. Meghallani a hangot, meglátni a gondolatot, felfogni az érzést. És ehhez kell egy olyan út, amely nem mozduló tudaton, nem cselekvő tudaton alapszik. A zen egyike az ilyen utaknak. Ekkor eljuthatunk ahhoz, amit a Buddha a négy nemes igazságként tanított, ami a szenvedés tényéről, okáról, megszüntetéséről és a megszüntetés útjáról szól. A legnagyobb problémánk az, hogy még a szenvedés tényét sem vagyunk hajlandók belátni. De ha már beláttuk, akkor egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy az okát is meglássuk. És ezek után meg lehet látni a megszüntetését, és a megszüntetés útját. Ez az út az, amit a Buddha tanítványai járnak. És ez az út, ha nem működne, nem maradt volna fönt a tan. Tehát lássuk meg azt a karmát, azt az okot és okozatot, azokat a szokásokat, azokat az azonosulásokat, amelyek miatt ez kialakult. És utána szépen fordítsuk más irányba a cselekedeteinket, fordítsuk más irányba a gondolatainkat, az érzelmeinket és a beszédünket. Ezt hívják úgy, mint a nemes nyolcrétű ösvény, ami a szenvedés megszüntetésének az útja. Helyes felfogás, helyes cselekedet, helyes meditáció, helyes életvitel, helyes beszéd, és még van három, ami sose jut eszembe, de ott van.
Ezt el lehet olvasni. Tehát helyes, helyes, helyes. Ez a legfontosabb. Miért helyes? Azért helyes, mert ha így cselekszem, akkor nem lesz semmi sem helytelen. És ezt föl kell tudnunk ismerni. Tehát az igazi kérdés az, hogy mitől helyes valami. Nagyjából azért, mert megfelelő helyen, időben, környezetben és céllal történik. Ugye? Ha nem, akkor valami helytelen. Most például valaki bejönne ide, két vödör felmosó vízzel, pumuklival, és elkezdene egy felmosni szorgalmasan. Mi történne? Azt mondják, hogy helytelen, hát nem most van takarítási idő, kezi csokom, tessék szes visszajönni holnap hajnalban, jó? Vagy előadás után. Tehát a dolgok önmagukban nem jók vagy rosszak. Az emberek sem jók vagy rosszak. Hanem vagy megláttuk azt, hogy adott helyen és időben mi a helyes, mert van egy helyzetünk, van kapcsolatunk, és van cselekvésünk együtt. Vagy ezt nem láttuk meg, és akkor az egyéni ideáink döntenek, és akkor szegény takarítani azt mondja, de hát én azt gondoltam, hogy most kell takarítani. Kis drága, lehet, hogy most azt gondolta, de nem ez a helyzet. Tehát amikor elgondolunk valamit, de nem látunk közben a szemünkkel, és nem hallunk a fülünkkel, akkor óriási problémák vannak abból, hogy ragaszkodunk az elgondolásunkhoz. És ezeket félre kell tudni tenni. És ha félre tudtam tenni, ha vissza tudtam vezetni az eredetbe, akkor újra lehet kezdeni. Tehát az a fájdalmas, hogy nem tudunk igazából befejezni dolgokat, nem tudunk befejezni kapcsolatokat, nem tudunk néha befejezni mondatokat, nem tudunk befejezni gondolatokat és érzelmeket, nem tudjuk véghez vinni a cselekvést, mert ragaszkodunk hozzájuk, és félünk, hogy mi lesz, ha nem lesz. Pedig, ha nem tudom befejezni, akkor kezdeni sem tudok. Semmit. Valójában úgy félünk a szabadságtól, mint a tűztől. És közben mohón akarjuk. Tehát meg kell nézni, hogy milyen iszonyatos ellentmondásokat hordozunk magunkban mi emberek, és az ellentmondások forrását megtapasztalni, és az ellentmondásokat oda szépen visszavinni, és utána új ellentmondásokat gyártani. Más típusúakat. Előremutató ellentmondásokat. Ugyanis az ellentmondás az polaritás. Itt azért van villany, mert feszültség van a pozitív és a negatív pólus között valahol. Sohasem mondtuk azt, hogy a dualitások rosszak. Csak akkor rosszak, hogyha nem tudom kezelni őket, mert a konnektorba nyúltam a kapcsoló helyett. Hát az nem jó. Ugye? Tehát ez a világ ellentétekből épül föl. A jelenségek szintjén. Tanuljam meg, jöjjek rá, tapasztaljam meg, hogy ezek az ellentétek, polaritások miből származnak, és ezen tapasztalat birtokában műveljem ezt a világot, éljem az életet. Jó? Tehát meg kell állni, meg kell állítani a slamasztika mélyítésének a folyamatát, és miután megállítottad, és nagyon-nagyon megálltál, de annyira, hogy már semmi nem mozdul, akkor minden le fog tisztulni. De ez idő. Amennyiben ragaszkodom ehhez a bothoz, oly mértékben nem tudok vizet inni. És ordítok, hogy szomjas vagyok, de ragaszkodom a bothoz, és nem vagyok haj, mert ez az én botom. Ha megtanulom azt, hogy nem vészel semmi attól, hogy leraktam a botot, csak kiürült a kezem, és ebből a kézből bizony pohárfogás lesz, és ivászat. Mondd. Szóval, mikor az a valami az annyira erős, annyira nehéz, annyira rám ragad, hogy nem bírom elengedni azt a botot. Mi ragad rád pontosan? Hát azt én nem tudom. Meg kell nézni. Mihez ragaszkodom? Mivel van tele a kezem? Mivel van tele a fejem? Mi az, ami nyomja a szívem? Mi az, amit állandóan csinálok, mint a gép, és nem tudom abba hagyni? Meg kell tenni ezt a fordulatot, hogy az energiát befele viszed, és belül fölteszed ezt a kérdést. Ehhez hatalmas bátorság kell. De ebből a bátorságból tapasztalat lesz, és hit. És ki lehet mondani,
a zen esetében, hogy a nagy hit az a saját utad járásából van. Nem valamilyen hiedelemvilág műveléséből és annak a magadba szivattyúzásából, hanem a saját tapasztalatodból, mert felmerted tenni a nagy kérdést, volt hozzá nagy bátorságod, és a tapasztalat az pedig nagy hitet ad. Enélkül nem megy. Enélkül a saját köreinket rójuk állandóan, és mutogatunk belőle kifele, hogy miattad, meg ezért, meg azért. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, hogy az okot és az okozatot azt egészében lássam. És ne utaljam csak a magam hatáskörébe, vagy csak a másik hatáskörébe. Ez két szélsőség. Csak nekem van igazam, csak a másiknak van igaza. Vagy senkinek nincs igaza, és mindenki beszél. Jó? Tehát meg kéne nézni az okot és az okozatot, és ahol a te dolgod, ott te cselekszel. Ahol meg nem a te dolgod, ott ne próbálj cselekedni, hanem türelmesen várjunk, vagy próbáljuk meg együttérzen meggyőzni a másikat, vagy tegyük azt, amit megtehetünk azért, hogy a másik rájöjjön, hogy ez az ő dolga. Erről van szó. Jó? És a meditáció segít, csak merj látni. A meditációnak tengernyi definíciója van, rengeteg meghatározása, és általában boldogság szérumként szeretnénk magunkba gyömöszölni a meditációt. Hogy attól nekem legyen egy olyan élményem, ami tényleg mellékhatás nélküli, és nem kell megkérdezni a kezelőorvost, meg a gyógyszerészt. Hogy ez legyen. Na, a meditáció, hogyha tényleg, az nem ez. A mellékhatásként esetleg jelentkezhet a boldogság. Esetleg. De először a házi feladat. Először suvickolni és takarítani kell. És utána lehet valami, hogyha épp akkor az a boldogság megjelenhet. De tisztán kell látni. Én azt akartam mondani, hogy a szeretet a mások felé. Én tudom, értem valahon itt, hogy ez saját szívünkből indul, és a szeretet a mi felénktől proporcionálisan valahogy. És nagyjából nem tiltottam, ezt csak úgy elértem azt a fokot, hogy nem gyűlölök senkit, de van egy pár ember, akit nem bírok a szívbe bevenni. Ha akármit csinálok, akkor sem. Engedni kell, hogy ők jöjjenek be. Tehát ez, ahogy mondtad, ez arányosan oszlik el. Ez olyan, hogy akarni egyfelől nem lehet. Tehát ennek a botnak is két vége van, a kapcsolatok is egyiken és másikon múlnak. Tehát nem lehet azt, hogy te cibálnád be a szívedbe a másikat, az meg rosszabbnek nem akar bejönni. Vagy bejöhetne, csak én nem tudom beengedni. Mert még olyan dolgokat őrzök magamban róla, hogy egyszerűen képtelen vagyok megbocsátani neki, képtelen vagyok segíteni neki, képtelen vagyok elfelejteni dolgokat, és ehhez idő kell. A görcsös szeretetből soha nem lesz az, amit szeretnénk, a görcsös szeretetből ragaszkodás lesz. És a ragaszkodás az a másikat börtönbe zárja. Tehát vigyázzunk, mert az érzelmeink azok nagyon-nagyon hamar célba érnek. És hogyha valakit nem tudunk szeretni, akkor várjunk egy picit, és próbáljuk meg az akadályokat elhárítani. Ezek az akadályok, ezek bennünk vannak. Mi őrzünk olyan dolgokat, mi ragaszkodunk olyan dolgokhoz, ami miatt ez nem lehetséges. És ezeket ugyanúgy el kell fogadni. Tehát magunk felé is egyfajta együttérzéssel kell fordulnunk, hogy volt okunk arra, hogy ezt így tettük. Egy szóval mi, amikor valakit nem veszünk be a szívben, az azt jelenti, hogy azokat a különbségeket nem bírjuk elviselni, közben ugyanazokat a különbségeket, amit mi nem szeretünk nála, nálunk is van a szívbe. Persze. Szóval mi kell, hogy a mi szívünkbe dolgozzunk először, jó nagy türelemmel, takarítással és elviseléssel, és akkor lassan-lassan megérteni, hogy ez a másik is csak egy szellem abban a testben. Ez már sok. Tehát az, hogy a másik micsoda, abban nem megyek abba bele. Abban már nem megyünk abba bele. Abban még nem mennék bele. Ugyanis, ha nem tudom azt látni, hogy az ő
igaz természete, és az én igaz természetem ugyanaz az igaz természet, ugyanaz az önvaló, akkor képtelen vagyok ezt a szerető kapcsolatot, ezt a nagyon együttérző áthúzást megvalósítani. Addig csak erőlködöm és görcsölök. Tehát akkor meg kell nézni, hogy mi az akadály. Az akadály az, hogy nem tudom elfelejteni, hogy beletiport a szívembe, vagy elvette a játékomat, vagy elszerette a szeretőmmel, tehát ilyeneket nem tudok elfelejteni, mondja az ember magának. És addig, amíg ez nem történik meg, addig képtem vagyok szeretni ezt az embert. Rendben van, mert ehhez is egyfajta szeretet kell, hogy ezt elfogadjam, és ne harcoljak magammal. És akkor, ha ezt megláttam, akkor kiderül, hogy így az idő gyógyítani tud, ha ezt elfogadtam. Mert a szeretet, és ebben az esetben az elfogadás nagyon-nagyon átfedésben van. Tehát ha az elfogadást, a türelmet, az elviselést szeretném gyakorolni, kezdjem magamon. És akkor ezen az attitűdön keresztül nem fogom magamat állandóan kisebbségi helyzetbe hozni, és a másikat pedig erőszakosan fölemelni ahhoz, hogy én őt szerethessem. Nem fogom belül elviselni. Tehát ki kell egyenlíteni ezeket a dolgokat. Ki kell egyenlíteni az önképet. Meg kell látni, hogy azok az emlékek honnan jöttek és hová mennek. És hogyha ez a fajta kiegyenlítettség a szemléletben megvalósul, akkor rájövök a következőkre. Itt a mulandóság nekünk dolgozik. Mert el tudnak múlni a sérelmek. Így meg lehet bocsátani. Ebben a pillanatban már az a múlt nem létezik. Így el tudom engedni. De ha a tényt, ezt a szenvedés tényét nem tudom elfogadni, akkor állandó belső harcban leszek, és ahelyett, hogy szeretettel fordulnék a másik felé, harcolok. Ez a szeretet is melléktermék. Nem lehet közvetlenül azt akarni, hogy ez mindig jelen legyen. A forrását kell megtalálni, és az a forrás az egyé vált tudat. Ez a forrás az igazi önvalónk tapasztalata, ahol a dualitások megszűnnek. Ha lenne más, akkor azt már rég forgalmaztuk volna. De így, hogyha innen nézzük, akkor az akadályok elmozdítása után, az emlékek megbékítése után, a két vagy több karakter tiszta szemügyrevétele után megnyílik a lehetőség, megnyílik az út. És akkor az a szeretet az meg fog jelenni, csak szépen söpörjem el az akadályokat az útból. És akkor megvan az. Jó? Szívesen. Még egyszer szeretnék kérdezni, mennyi az az idő, amennyit várni kell? Az utolsó 60-valahány évem, vagy az utolsó nehéz 40 évem, vagy az utolsó még nehezebb 6 évem, meddig? Hol lesz a vége? Mikor lesz a vége? Milyen hamar fogom én ezt a botot elengedni? Azt mondtad, hogy idő kell hozzá. Na de most mondd meg nekem, mennyi idő kell ahhoz, hogy én ezt elengedjem? Egy pillanat. Ugye? És mikor fog ez a pillanat bekövetkezni? Az tőlem függ csak. Igen. Csak rajtad múlik. És hogyha tisztában vagy önmagaddal, akkor ez menni fog. Amíg az érzelmek viharában vagy, és amíg a saját érzelmeid szöges drótján szenvedsz állandóan, addig ez nem megy. Félre kell tudni tenni az érzelmeket. Félre kell tudni tenni az ez irányú gondolkodást. És így nem tudod megoldani. Tehát vissza kell térni az érzelmek és a gondolatok elé, a cselekedet és a beszéd elé. És akkor megjelenik az az út, amit ebből a síkból, ebből az állapotból nem látsz. Nagyon akarod, zokogsz érte, küzdesz érte, de nincs meg az a nézőpont, amiből ezt megláthatnád. És ehhez kell félretenni mindent. Még a megoldás akaratát is. És amikor visszaértél erre a pontra, akkor megjelenik. Előtte nem.
Előtte pótszer van, pótcselekvés, pót. Nem eredeti. Jó? Meg szeretném kérdezni. Ugye a buddhizmusban ott már eleve az anyatejjel magába szívják a gyerekek a meditációt. Hát már nem. A zent, ugye, és a meditációt kiskoruktól kezdve. Én láttam ilyet, hogy buddhista társadalom gyermekei, és az anyatejjel biztos nem. Hát úgy az anyatejjel nagyon fontos egyéb tápanyagokat szívtak magukba azok a kisdedek, de a megvilágosodást még a Buddha sem. És ezért kellett neki külön hatalmasakat tempózni 28 éves korától, hogy ez bekövetkezzen. Az, hogy a kultúra esetleg kondicionálja őket valamire, az igaz, de a külső kondíció az nem a te saját tapasztalatod, az még nem a tied. És most folytasd, légy szíves, a kérdést. Itt csak arra szerettem volna kitérni, hogy 5-6 éves, vagy esetleg kisiskolás gyerekek, vagy tinédzser 13-14 éves gyerekeket, hogy lehet rábírni arról, hogy a zennel tudjanak foglalkozni, vagy abszolút a meditációval? Hogy? Igen. Mivel, hogy köztudott, hogy itt nálunk az oktatási rendszer az hány nagyon... Hány gyermeked van? Tessék? Hány gyermeked van? 2. Egy 6 éves ők, és... Mire szoktak ők hallgatni? Hát szép szóra, általában. Hát akkor nagyon jó gyerekeid vannak. Mondom, általában, de nem mindig. Ha nem hallgatnak a szóra, mire hallgatnak? Hát... Közönség. Mire hallgat a gyerek, ha nem a szóra? Rögtön, gondoltam, hogy valaki büntetni akar rögtön. Édes jó Istenem! Nem hallja meg? Elfenekelem! Szíjatasítok a hátából! Na! Türelem. Az, ami rózsát terem. Türelem egyedül nem terem rózsát, azt el is kell vetni, meg hogy kinőjön, meg gondozni. Tehát egyéb is kell. Ugye büntetem azon nyomban? Nem. Megmutatom neki. Tehát a gyerek a példából tanul, és azt követi, és a szülő az mondhat akármit, de hogyha a gyerek nem látja, akkor ugye a szülő is cselekszik, akkor felfedezi a rést a szülő szava és cselekedete között, és ezt a részt rútul kihasználja. Na most innentől kezdve hogyan tudom tanítani a zenre? Csak magamon keresztül. Kisfiam, mennyi gyakorolni zen? Igen, és jössz velem, anyuka? Nem, te majd mész. Én akkor nem megyek. Tudod? Tehát nem. A szülői példa az rettenetesen fontos. Igen. Tehát ezt nem lehet külsődleges instrukció, majd neked jót tesz a meditáció. Anyuka, te mikor voltál utoljára? Hát, és akkor az úgy nem megy. Tehát ez az egyik. Ezt nem lehet úgy adni, mint csak egy, mint egy úszótanfolyamot. Tehát ez így nem működik. Ez az első. A második, amikor a gyerek ugye nődögél, mit csinál legtöbbet? Játszik. Tehát a zent is játékosan lehet tanítani a legjobban. Még a felnőtteknek is. Hát igen, mink is szoktunk játszani. Tehát az a helyzet, hogy játszani is engedd, ugye, szép okos fiadat, mondta a költőnk, és ez nagyon fontos. Tehát, hogy engedjem a tudatot mozogni, játszani, megnyilvánulni, és ne akarjam egyfajta ideológikus, vallásos szemléletre rászoktatni, mert a saját lehetőségeitől vágom el. Viszont mit tanítok neki a játékkal? Szemléletet és cselekvést. Tehát a cselekvés, szemlélet, irányvétel. Ez mind benne van. Tehát, hogyha a zenből már valamit saját gyakorlatunk által oly nehezen elsajátítottunk, akkor hogyan tudom a gyereknek átadni? Játékkal. És utána, amikor rájön, hogy itt mi történik, mert ugye a szülő is meditál, ugye? Igen. Ránéz, anyuka, te mit csinálsz? Első reakció, hagyjál békén, meditálok. Nem. Ez olyan, nem csinálod, amit mondok? Megütlek 30-szor. Tehát, ugye? Nem. Azt csinálom, hogy leülsz ide mellém, és amikor azt csinálod, amit én, akkor meg fogod tanulni. Meditálok. Mi az? Hát gyere, üljél le. Lélegezzél velem. És akkor megy. Jó? Tehát így meg lehet tanítani. De elküldöm zen gyakorolni, hát akkor valami egész más fog történni. Ne értsen félre. Csak mikor meditálok, és akkor az ő nekik hát érdekes. Mert lássák, hogy hát anyu utána nyugodtabb. És akkor hát próbálom nekik megmagyarázni, de viszont
érdekli is őket, de viszont nem kötik még le annyira ez a dolog. És hány évesek? Hat éves. Hat éves. A Buddha 28 évesen kezdte. Tehát azért van itt idő. Üdvözlöm. Én már több mint 40 évvel foglalkozok a harcművészetekkel, és úgy, ahogy mostan beszélte, és mondta ön, hogy a gyerekek vizuálisan tanulnak. Tehát elsősorban az én tapasztalataim szerint, mert a harcművészetek közel vannak nagyon a zenhez, és mind ahogy a Bertő is kérdezte, hogy hogyan tanítjuk meg a gyerekeket. Én azt mondom, hogy elsősorban vizuálisan tanulnak a felnőttektől. De milyen módszerek vannak még, mint hogy azt mondtuk, hogy játék közben, ugyanúgy a felnőttek is, ugye? De még milyen módszerek vannak még? Tehát harcművész barátaim mindig mondták, amikor erről beszéltünk, hogy mi nem ütni tanítunk, mi győzni tanítunk. Mi nem a másik legyőzését tanítjuk, mi önmagunk legyőzését tanítjuk. Na most ez nem minden klubra jellemző, és nem minden edzőre jellemző. Tehát én nem azt mondom, hogy nem léteznek más módszerek, hiszen rengeteg más dolog létezik. A megfelelő helyzetben, a megfelelő tevékenységhez a megfelelő módszert választjuk. És itt, ahogy hallottuk, a vizuális tanítás, a cselekvés általi tanítás, a közös gyakorlat, ez mind-mind nagyon fontos. Nem mondom, hogy nem lehetne ugye feldúsítani a módszereket, de ha működik, akkor épp elég ez. És ez évszázadok óta, amit a harcművészetet látjuk, hogy tanítják és szépen hagyományozzák, ezek elégségesek voltak. Mind lehet és kell finomítani a szemléleten, a tudaton, hogy miért csinálja, hogy alkalmazza. És most mondok egy olyan történetet, amely szerintem a hallgatóság egészének hasznára válhat. Ez egy japán harcművész klubban történt meg, és annyira híres lett, hogy bejárta a zen világot is, és itt kapcsolódik az előzőekhez. A nagymester átadta a teljes oktatás jogát a fiatal mesternek. Ez egy nagyon komoly harcművész klub és iskola volt, és hát természetesen megünnepelték, és amikor éppen tartottak a buli után hazafele, mindenki nagyon boldog volt, egyesek fel is öntöttek a garatra, de a fiatal mester tudatát nem ködösítette el, semmi sem. És ahogy haladtak el egy befogott lovakkal álló szekér mellett, a fiatal mester észrevette, még mielőtt a lovak megmozdulhattak volna, hogy a társaság zajától ezek meg fognak bokrosodni, és ki fognak rúgni, és meg fogják mozdítani a szekeret. És esetleg emberek sérülhetnek ebben. Ekkor gondolkodás nélkül a fiatal mester átugrotta a lovakat, félfordulattal a lovak előtt ért földet, és pontosan akkora ütést mért a ló homlokára, hogy ez az impulzus, a megbokrosodás az teljesen kitörlődjön és eltávozzon onnan. Senki sem sérült, minden békében maradt, és utána hatalmas elismerések és evóék közepette rohantak a tanítványok a nagymesterhez, és elújságolták, hogy mi történt, és magasztalták a fiatal mestert. És erre a nagymester elszomorodott, és így lesütötte a fejét. Mindenki megdöbbent. Mert elmondták a fiatal mesternek, hogy mi történt. Az felrohant a nagymesterhez, leborult előtte, tiszteletet adott, és megkérdezte, nagymester, hol hibáztam? És erre azt mondta a nagymester, ha te tényleg megláttad ezt, akkor messziről elkerülöd azt a szekeret. Ezt mindenki vigye haza magával, és szépen emészgesse meg, hogy miért volt hiba ez a gyönyörű mutatvány. Miért kellett ennek az egésznek így végződnie?
Mi volt az, amit megtett, és mi volt az, amit nem tett meg a fiatal mester? És ezzel elérkeztünk a koanok világához, ugyanis egy ilyen ellentmondásos történetből nagyon sok jó kérdés születhet. És ezek a paradoxonok, és az ebből levő kérdések, ezek már több száz éve a zentanítás gerincét adják. Ezeket hívjuk koanoknak japánul, kongannak koreaiul, kungannak kínaiul. Mit jelent ez a szó maga, hogy már három nyelven elmondtuk? Ez valójában közokiratot, illetve közügyet jelent. De most hogy jöhet ez a zenhez? Ugye, korábban nem voltak fénymásológépek, és amikor egy birodalmi ediktumot le kellett vinni a tartományba, akkor az írnokok azt lemásolták, a főírnok összehasonlította, és a két szélét összetette az eredetinek és a másolatnak, és egy közös pecsétet tett rá, és akkor a másolatot levitték a helyre. Ha kétség merült fel a hitelesség ügyében, akkor visszahozták a másolatot, megkeresték az eredetit, és összerakták a két szélt, és hogyha egyezett a pecsét, akkor az hiteles volt. Na most a koan pont ennek a mintájára született. A mester tudata és tanítvány tudata úgy illik össze, hogy egy a pecsét rajta, ugyanaz a megvilágosodottsági fok, ugyanaz a hitelesség. Ha a koanban a kérdés és a válasz úgy illik össze, mint a pecsétnek a két fele, akkor a kérdés és a válasz kölcsönösen kiegészítik egymást. Példa. Zhuzhu Zen mester meglátogat két remetét. Megkérdezi az egyiket, elérted? A remete felmutatja az öklét. Zhuzhu azt mondja, itt sekély a víz, nem maradhatok. Elmegy a másik remetéhez, és őt is megkérdezi, elérted? Az a remete is felmutatja az öklét. Zhuzhu meghajol előtte, és azt mondja, birtokában vagy a legmagasabb rendűnek, szabad vagy élettől és haláltól. Kérdés. Miért fogadta el Zhuzhu az egyik választ, a másikat pedig nem? Tehát ez egy olyan ellentmondás, amit itt épésszel, normális gondolkodással úgy tűnik, hogy nem tudunk feloldani. És ez így is van. Nem tudjuk a szokásos gondolatainkkal, berögződöttségeinkkel és szokásainkkal feloldani ezt az ellentmondást, de a magunkéit sem. És a koan arra jó, hogy elmélyíti az intuíciónkat, segít letisztítani a tudatunkat, hogy a tiszta eredeti forrásból jöjjön az a megoldás, amely más minőségű lesz, mint az eddigiek. Láthatóan nagyon messze Kínában, Koreában kell ezt kezdeni, de nem. Magunkban és magunkkal kell kezdeni. És ekkor a koan gyakorlat, azaz utunkat kezdi el szolgálni, mert pontosan ahhoz a szemléletváltáshoz vezet, amit az előbbiekben kezdtem el kifejteni, és a harcművész átadás példáján ugye szépen tovább gördítettem, és utána még van rengeteg koan, amikor ez a szemléletváltás, letisztulás bekövetkezhet. És egyes szépen megemeljük a tétet, aztán meghallgatom a kérdést. Szintén egy koan, Namcsön zenmester, egy hatalmas kínai kolostor apátja volt, ilyen 1000-1200 szerzetesben tessék gondolkodni, az nagyon sok. Az rengeteg. És ezek a szerzetesek elkezdtek vitatkozni egy macskán. Egy gyönyörű, ártatlan macskán. A nyugati csarnok azt mondja, hogy ez a mi macskánk, a keleti csarnok azt mondja, hogy nem, ez pedig a mi macskánk. És megy a purparlé, a vitatkozás, a veszekedés, hogy de mi etetjük, de mi védjük, de mi vigyázzuk, ez itt alszik, de ide átjön nappal. Borzasztó. Namcsön ezt megelégeli, kiveszi a fogadalmi kését, amivel a tanítványok első pár hajtincsét vágja le, megragadja a macskát, és azt mondja, ide figyeljetek, mondjatok egyetlen igaz szót, és megkímélem a macska életét. Ha nem, megalom. Szerzetesek ott álltak, nem tudtak egyetlen egy olyan szót mondani, amely a megvilágosodott, tiszta, nem birtokló, szeretetteli, együttérző bölcsességet fejezték volna ki. És egy idő után Namcsön ketté vágta a macskát.
A kérdés pedig ebből az, ha te ott lettél volna, hogy mentetted volna meg a macska életét? Az első olyan hallgatóság, aki nem sziszen fel a macska halálának hallatára, és nem akarja elátkozni Namcsón Zemmest, hogy brutális. Na de nézzük meg, hogy hány ember hal meg pillanatonként, és miben, és hogyan. Tehát ne egy macska halálán legyünk fennakadva, hanem az, hogy nem értjük saját halálunkat, és nem tudjuk ugye az élet és halál problémáját kezelni, a birtoklás és az odaadás, a szeretet és az együttérzés problémát nem tudjuk kezelni. Ehelyett azt mondjuk, hogy Namcsón csúnya rossz zenmester, megszegte a fogadalmait, megölte a macskát. Tehát ezzel az ítéletalkotással vagyunk elfoglalva, ahelyett, hogy a saját házi feladatunkkal lennénk elfoglalva. Mert már beforgatott egy olyan örvénybe, amit eddig nem is láttál, de most, hogy megláttad, ki tudsz belőle kerülni. És ez a koan dolga. Megmutatja, hogy milyen körben forogsz. És ahogy küzdesz a válaszért, egyre inkább visszatérve a nem cselekvéshez, a nem gondolkodáshoz, a nem érzelemalkotáshoz. Ahogy egyre jobban közelítesz az eredeti tudathoz, egyre jobban fénylik a válasz. És egyszer csak meglátod. És akkor a tanító azt mondja, hogy nagyszerű, és ad neked egy másik koant, hogy legyen mivel játszani. Oké. Okay. Itt volt egy kérdési lehetőség. Ez nem az én kérdésem, a barátnőm mellettem, aki nagyon jó ért magyarul, de nem tudja megkérdezni a kérdést. Kérdezi, hogy a szinkronizáció nincs a testben, a gondolkozás, a viselkedés, meg a szív, meg az akarat, minden betegségekről. Egy kicsit, hogyha lenne olyan kedves, és őt speciálisan azt kérdezte, hogy depressziót hogy lehetne kezelni így most pár szóból? Egyszerűen és világosan fogalmazva, a betegségnek 4 fokozata van. Kezdjük a legalsóval. Ez az, amikor a test beteg lesz. A test az olyan beteg tud lenni, hogy el kell menni kórházba, hordágy, ágyban párnák közt. Ezt nem szeretjük. De mégis ez van. Nincs olyan test, amelyik végül egyszer ne öregedne el, ne betegedne meg, és akár kicsi, akár nagy betegség útján, de ne távozna innen. Ezt nem tudjuk kikerülni. De bizonyos határok között meg tudjuk óvni magunkat a betegségtől, de ez határos, ez nem végtelen. És ha ezt így látjuk, akkor nem csaljuk meg magunkat, hogy ha megtalálom az elixírt, akkor örökké fogok élni. Na, az nagyon nagy baj lenne. Képzeljük el, hogy magunkat ezzel a tudattal tartósítanánk. Az tragédia. Tehát az ne. De senkit se. Jöttünk, megyünk. Ez a törvény. Ez jó, ez teljesen jó így. Tehát a test betegségével tisztában kell lenni, és az adott határok között gyógyítani. Nem csak magunkért, másokért. Családunk van, közösségünk van, életünk van, szükségünk van másokra, és másoknak is bizonyos mérés szükségük van ránk. Tehát ezt ki kell tudni szolgálni a betegség gyógyításával. És most nem a terápiákról és a gyógymódokról fogunk beszélni, ez nem az az előadás, és én ezt nem értek. Ahhoz viszont inkább, hogy meglássuk az egyel fölötte levő fokozatot, amikor az érzelmeinket nem vesszük észre, és az érzelmeink megbetegítenek minket. Ez az immunrendszerrel van nagyon nagy hatással. Tehát, hogyha érezzük, hogy jön a betegség, még nem tört ki itt fizikailag, de már az érzésem nagyon rossz. Már az érzelmeim kaotikusak. Már egyfajta kesernyi és leválasztódott, széteső, energiaszegény érzésem van. Már lehet tudni, hogy ezt le fogom verni a saját testemen, mert nem tudom megállítani. Még egyet följebb megyek, a gondolat. A gondolat az messzebbről látja ezt az egészet, mert nincs annyira összedrótozva a testtel, mint az érzelem. Tehát összehasonlítva a gondolat, ez egy picit távolabb tud menni, mint az érzelem, de persze mind a kettő testfüggő, mert a gondolatok nagyjából itt, az érzelmek nagyjából itt. Az érzelmek sokkal jobban be vannak drótozva a testbe, relatíve, mint a gondolat. Ha a gondolati szinten észreveszem, az ok és okozat szintjén, ha tovább megyek ezen az úton, beteg leszek. Ha tovább érzem ezeket az érzelmeket, beteg leszek.
akkor a gondolati szinten megjelent a betegség, mert tapasztalom gondolatban az okot és az okozatot, és az intellektusom helyes működése ezt közvetíti. De az a vicc, hogy még ezt sem tudom igazából megállítani, mert tovább folytatom a gondolkodást, tovább folytatom az érzelmek gyakorlását, és így, hogyha nem változtatom meg a tendenciát, ha nem látom meg az irányt, akkor a test is beteg lesz. Mi hát az első? Az első az, amikor még nincs gondolat, még nincs érzelem, még nincs testi tünet, de már megláttam valamit. Ezt hívom intuitív felfogásnak. És az intuíció az egy pillanat, néha egyetlen egy érzet, egyetlen kis tűszúrás akárhol, hogy ezt ne! És ez csak ennyi. Itt még nincs gondolat, itt még nincs érzelem, itt még nincs testi tünet, csak azt, hogy ezt ne! És ezt nem szoktuk elérni, ha elérjük, nem hallgatjuk meg, szétmagyarázzuk, megideologizáljuk, kényszerhelyzetbe hozzuk magunkat, hogy de mégis! Az intuíció az, hogy ezt ne, de mégis! Hát akkor szenvedünk, és szenvedtetünk. Tehát az intuíció az nagyon pontszerű. Ezért van ezzel a pillanattal olyan intim viszonyban. Mert ez a pillanat szintén nagyon pontszerű. Pak! Csak itt. Nem előtte, nem utána. Itt és most. Az intuíció is pontosan ilyen. És ettől már kapunk egy intuitív impulzust, hogy ezt ne. Ha nem, akkor elkezdjük látni, hogy de ha mégis, akkor szépen sorban. Utána már érzem is, aztán meg fizikailag el is szenvedem. Na most, hogyan lehet ezt letisztítani? Visszatérek a három fölé, az intuitív állapotba, hogy ott a legfinomabb jeltartományt tapasztaljam. Ez még mindig nagyon tudományosnak hangzik, pedig nem az. Miért releváns? Miért tartozik ide? Azért, mert ebben az intuitív állapotban még rengeteg energiám van. És hogyha én és a világ egyé váltunk, mert nem dualisztikusan gondolkodunk, nem dualisztikusan érzünk, még nincs egészség-betegség tudat a testben, akkor ebben az energiaállapotban orvosolni tudjuk tudatunk saját bajait. Amiket mi teremtettünk, csak hát elveszett a tudás, hogy én teremtettem. És ez a tudat, ez alapvetően egy öngyógyító lélek. A saját öngyógyító képességünket nyerjük vissza akkor, amikor az intuitív fázisba vissza tudtunk menni úgy, hogy még nem beteg a test, vagy már nem beteg, még nem beteg az érzelem, vagy már nem, még nem beteg a gondolat, vagy már nem. De ha a három keletkezett fázisból bármelyik is beteg, azt az adott módszerrel gyógyítani kell. Tehát a zen az nem helyettesíti a kórházat, nem helyettesíti a gyógyszert sem, nem helyettesíti a helyes gondolkodást sem. Amikor a tüneteket már valahogy kordában tartottuk, és vissza tudtunk lépni az eredetbe, onnantól lehet azt mondani, hogy onnan vezérlem. Addig nem. Ez így érthető és világos, ugye? Nagyon jó. Na most, depresszió. A depresszió az energiahiány. Amíg az ember csak a saját kínjával van elfoglalva, mindig is energiahiányban és depresszióban lesz. És ekkor a következő paradox dolgot kell tenni. Úgy érzem, hogy semmim nincs. Úgy érzem, hogy nincs egy mákszemnyi energiám sem. Akkor ezt a semmit kell felajánlani az egész univerzumnak. Ezt a semmit kell a világegyetemnek felajánlani, hogy még ez se legyen. És ekkor tudnánk a depressziónktól megszabadulni, mert ennek a semminek a helyére, az energiaszegény állapot helyére, az önsorsrontó állapot helyére bejön, hogy ez nincs. És innen tudok újraindítani valamit. Ezt meg kell, még a semmimet is adjam oda. És ekkor meg lesz. Az összes többi az körülmény. Azt majd meg lehet beszélni később. De ez a fundamentális mozdulata. Ha ezt meg tudom tenni, meg tudtam szabadulni a depressziótól. Jó? Ez így hasznos? Ez így hasznos?
akkor meg lehet csinálni. Egyéb kérdés? A rák. A rák az egy tengeri állat. A betegség. A betegség, mint rák, nagyon sokféle van. Tehát én 2 darab orvos szülővel, egy anyával és egy apával születtem a világra, és rengeteg betegségnek a diagnózisát, egyébét elmondták itt a vacsoraasztal fölött. És volt egy ilyen megmozdulás, amikor az elváltozott szövetekről, a túlburjánzásról, meg egyébről volt szó. Úgy tűnt akkor, hogy a rákos, túlburjánzó, daganatos szövet, az attól teszi ezt, hogy nem tudja, hogy hol kell megállni. Hogyan veszti el ezt a kommunikáció képességet a szövet? Vagy a sejt, mert ott indul. Az első dolog, amit megfigyeltek, az az oxigénszegény állapot. Tehát, hogyha oxigénszegény állapotban van, valami az energiacseréjét lerontja, valami az égését rossz hatásfokúvá teszi, kialakulhat benne egy információhiány, mert az energiahiány és az információhiány szinte ugyanaz. Ez egy éremnek a két oldala. Ha helyreállítom az információ folyását, akkor az energia is helyreáll egy idő után. És ez visszafele is igaz, hogyha helyreállítom az energiának a folyását, felfrissítem, ismét oxigéndús lesz, akkor az információ is helyreáll. Ez nagyon érdekes, nagyon sok kutatást lehet ez ügyben még folytatni, és tessék művelődni. Én itt azért hagyom abba, mert nem vagyok orvos. De ez így faktum, tehát ez így világos. Most ezen kívül még van rengeteg, egész biztos, hogy aki Csernobilban lapátolt a betontetőn, az lélegzett rendesen, akkor is rákot kapott szerencsétlen, mert olyan volt a környezet sugárzó. Aki Orenburgban volt gázvezetéket építeni, és azt a gáz lélegezte be, amit, ott már releváns az, hogy ugye tüdőbe az ment, ami, és akkor nem tudott rendesen oxigént lebontani, és még volt egy csomó kémia, meg egyébek. Tehát egy szó mint száz, tudunk dolgokat erről, de általános mindent felölelő, perdöntő dolgokat azt nem lehet. Tehát igazából azt lehet inkább zen szemszögből megvizsgálni, hogy a túlburjánzó test, mint túlburjánzó szövet, és a túlburjánzó tudat hogy áll összefüggésben. És itt nagyon-nagyon érdekes dolgokat lehet észrevenni. Tehát hogyan lehet megóvni a túlburjánzást a testben, úgy, hogy megóvom a tudatban. Nem hajszolom a vágyaimat, nem akarom kiélni a dühömet, nem viszem a szélsőségbe az érzelmeimet és a gondolataimat. Tehát mi a legjobb rákellenes gyógyszer zen szempontból, hangsúlyozom zen szempontból, a középút. A középút. Nem folytom el, és nem is élem ki. Tehát ez a mentális részére vonatkozik a túlburjánzásnak, és nem a szövetre, erre vigyázzunk. De hát a tudat alakítja a testet, a tudat veszi föl a testet, és hogyha valaki vigyáz a tudatára, itt a gondolkodást, érzést, beszédet, cselekvést, mindent így egybe, akkor teljesen el tudja venni azt, hogy tudati eredetű rákot kapjon. Kaphatja még mástól, kémiai, fizikai, egyéb külső eredetből, ez mind lehetséges. De hogy a saját tudata ezt ne hozza létre, azért rengeteget lehet tenni. Ne burjánozzon túl. Ne legyen energiaszegény. Ne legyen információszegény. Ne működjön úgy, hogy utána ebből egy ilyen kóros valami lesz. Jó? Nagyon szívesen. Miért van az, hogy sokszor tudjuk, hogy mit kéne tennünk, de mégsem ezt tesszük? Hogy akár az adott pillanatban is bennünk van az, hogy ez lenne a helyes, de nem ezt tesszük. Ez mi okozza, vagy hogy lehetne fenntartani a helyes cselekvést? Ma, amikor eldöntötted, hogy este idejössz, gondolkodtál másról, hogy máshova is mehetnél? Nem. Hát akkor ez nagyon-nagyon egyértelmű döntés volt. Legtöbbször nem egyértelműek a döntéseink. Tehát egy csomó más verzióból kiválasztjuk néha az utolsó pillanatban, hogy éppen mit fogunk csinálni. Ez úgy működik, hogy meghatározzuk, hogy mi a legfontosabb. Fogja magát az ember, és felállít egy hierarchiát. Ez a legfontosabb, kevésbé fontos, jelentéktelen.
És hogyha nagyon sok az adat, nagyon sok a leképezendő ugye, tartalom, akkor néha ez elvész. Néha ez így elkezd ledőlni, úszni, és eltűnik a fontossági sorrend, eltűnik a hierarchia, és ekkor nem tudunk végül is úgy dönteni, ahogy szeretnénk, és érzed, hogy te szeretnéd azt megcsinálni, de nagyon nagy a katyvasz, nem tudod rendbe rakni. És ekkor egy kis szokás, vagy tulajdonságcsoport egy pillanatra önállósítja magát, és az ember ugye vért adni akart menni, de rögtön a kocsmába találja magát. Vérré válik, hát ugye? Hát, tehát ez úgy megy, hogyha tényleg az ember a legfontosabbat kitűzte magának és megteszi, akkor az apró kis kisinasok belül nem tudják kisajátítani a cselekvést. De hogyha nem tudjuk, hogy mi a legfontosabb, és nem vagyunk ebben a pillanatban, ez a kettő együtt, akkor pillanatok alatt a kis hajlamaink abszolút szét tudják zilálni az életünket, néha tartósan. Én a meditációról szeretnék kérdezni. Azért nem beszélek a technikáról most, mert a meditáció nem technika. Ezzel a játékos párbeszéddel most szemléletet formálunk, hölgyeim és uraim. Azért, hogy az önbizalmad visszajöjjön. Ez kell. Azért nincs önbizalom, mert úgy gondolt, hogy a szakember még kívül van, és igazad van. Hát, hogyha már itten beöltöztem, meg csinálom egy darab ideje, meg megfizetnek ért, és adnak vacsorát, hát akkor tanítsak már valamit, ugye? Igazad van. Hát úgy gondoltam, hogy mivel ön ezzel foglalkozik, tehát valószínű többet tud, mint én. Na de lelkem, hányan foglalkoznak dolgokkal, azt aztán dunsztjuk nincs róla, hogy mit csinálnak. Hát attól, hogy ide kiül kérdés. Valaki ilyen kacagányba, abból még nem következik semmi. Egy viszont lehetséges. Ha úgy érzed, hogy a megfelelő irányba fordítjuk a lelked szempillantását, a tudatod önismeretét, akkor tudtam segíteni. Ezért az a sok-sok kérdés, amin itt néha kacarászunk, de ezek nagyon komoly kérdések. Tehát ahhoz, hogy a kivetített tanító, én egy kivetített tanító vagyok, nagy, széles vásznon. Igen. Az eredeti tanítód benned van. Igen. De hogyha ez nem világos, akkor ugye folyamodunk ahhoz, akiről úgy tűnik itten a kellékekből, hogy többet tud konyítani hozzá, rendben van. Az én dolgom pedig az, hogy ezt az egészet nagyon humánusan és együttérzően visszaadjam neked. És úgy tudom visszaadni neked, hogy megtanítom azt a meditációt, amivel megtapasztalod igazi önvalódat. Ez a meditáció. Igazi önvalónk, buddha természetünk tapasztalása. Tehát a meditáció az a helyes tapasztalás és a helyes nézet együtt. Aztán lesz belőle helyes cselekvés, meg beszéd is. Ezt megtanítjuk, holnap egy rakás időt fogunk ezzel tölteni, hogy hogyan szabályozd be a lélegzetedet, a testedet, a gondolkodásodat, hova tedd a kérdést, minden. Ezt mind elmondjuk, de ez nem a meditáció, ez a technika. Nézd, ez egy pohár víz, imádom, mert hidrál, tudod? Szomjat old. Miért? Ez a pohár, ez nem a víz, de nem tudnám nélküle meginni. Tehát a forma és a technika az kell, de az nem maga a dolog. Itt is erről van szó. Nem tudom neked elmondani, hogy mi a tudat. Mert ez az, ami kérdez, és ez az, ami hallgat. De meg tudom neked mutatni azt a formát, amiben ez meg tud jelenni, amiben ez nyilvánvalóvá tud válni. Ez a meditációnak így, ez a nem ellentmondásmentes gyakorlata. És ez nagyon jó ez az ellentmondás, hogy nem a poharat iszom meg, de a pohár nélkül nem tudnék inni. Nem a technika a meditáció, de a technika nélkül nem lenne tapasztalat. A te tudatod, a te utad, az, amivé válsz, az, amivé újra születsz. És ettől lesz zen. És ez mindenkire igaz. Tehát nem vallást, nem kultuszt, nem technikát és nem meditációt tanítunk. Önmagunk, igazi önvalónk tapasztalatát és helyes felhasználását tanítjuk. Hogy az elmélkedés és a meditáció között mi a különbség? Hatalmas. Az elmélkedésben gyöngéden gondolkodom, a meditációban nem.
Meditációról kérdeztél. A meditáció az tényleg tudatunk letisztítása, és tiszta eredeti tudatunk tapasztalása. Snit. Minden ebből következik. Tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Ha ennél többet szeretnék hozzá gondolni, szétszabdaltam. Sőt, ennek a lényegét nem lehet szóban kifejezni. De folyamatosan beszélek róla azért, mert éhes és kíváncsi intellektusokkal és lelkekkel vagyok körülvéve, ami nagyon szerencsés. Amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolat. Nincs jövés és menés. Nincs élet és halál. Ez a pont, ez a meditáció pontja, ez a tiszta tudat pontja. De a további kérdés az, hogy ezt hogy tudod botütés nélkül tapasztalni? Igen. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne eszközfüggően, jelenségfüggően tapasztaljuk ezt meg, hanem igazi mi voltában, feltételek nélkül. És uram, bocsá, ha ezt tényleg rendesen végezzük, mindegy, hogy van tested vagy nincs, ezt nehéz elhinni. Van tudatod vagy nincs, ez a gondolkodó tudat most. Eredeti természeteden ez nem változtat. Pedig akkora különbségnek gondoljuk azt, hogy van test vagy nincs, hogy élünk vagy halunk. És az életben ez történik velünk vagy az, jól érezzük magunkat vagy rosszul. De mindez eredeti tiszta természetedre nincs hatással. És ülhetnénk itt napestig, hónap hajnalig, és róhatnánk a fogalmi köröket a körül, amit nem lehet szóba fogni, és nem lehet megnevezni, és nem lehet formába önteni, és nem lehet technikailag definiálni. De mégis tapasztalható. Mégis elérhető. Mégis ez a leggyönyörűbb dolog, amit egy életben lehet tapasztalni, mert ebből jön minden olyan minőség, amit szeretnénk. A szerető együttérzéstől kezdve a boldogságig, az önzetlen segítségig, a bölcsességig, minden ebből jön. Csak meg szoktunk állni a melléktermékeknél. Azt szeretném még kérdezni, hogy hogyan lehet a genetikai lehetőségeinket, a negatívakat kiküszöbölni, vagy nem aktiválni őket, a pozitívakat pedig serkenteni, aktiválni is. Tudod, miért nem válaszolom meg? Nem csak azért, mert nem vagyok genetikus, génsebész és egyéb, hanem azért, mert ebben a pillanatban ez a válasz nem segít neked. Ez a válasz félrevisz ebben a pillanatban. Ez a kérdés most nem hasznos. Az előzőekben föltett kérdéseid, főleg a legelső, az nagyon hasznos volt. Most olyat szeretnél tudni, ami nem segít neked. És én azt szeretném, hogy olyan tudásod legyen, ami kihoz ebből az állapotból, és egy újabb, szebb szakaszát nyitja meg az életednek. Azt a tudást már részben átadtam. Ez irányban végezhetsz gyakorlatokat, tehetsz előfeszítést, és én ehhez kívánnék sok erőt és elhatározást. Kérdezném azt, hogy a fizikai gyakorlatokkal lehetséges kiépíteni a zen érzetet? Puszta fizikai gyakorlatokkal nem, hanem a fizikai gyakorlatok helyes végrehajtásával, helyes szemléletű, helyes szándékú végrehajtásával természetesen. Köszönöm. Nagyon szívesen. Hölgyeim és uraim, akkor megköszönöm kitüntető figyelmeteket, azt az elhatározást, azt a szívet, ami ma ezt az estét megnyitotta számunkra, ezt az együttlétet lehetővé tette. Megköszönöm házigazdáinknak, Gizi néninek és Ernő bácsinak, szervezőinknek, Emesének, Péternek, illetve Kanizsán időtlen idők óta gyakorló csoportunknak, Gábor vezetésével azt, hogy ez a tanítás itt a Vajdaságban természetes módon jelen lehet, mi több teret nyerhet, mi több, egyre több érdeklődő juthat el hozzá. És szeretnék arra lelkesíteni mindenkit, hogy a benne lévő tettvágyat és a benne lévő érdeklődést azt bizony ne nyomja el, azt bizony művelje és használja föl egészen addig, ameddig ez lehet, ugyanis az életünk rendkívüli módon gyors. Nagyon gyorsan telik el, és ahhoz, hogy valamit megtapasztaljunk, ami nem csak jön és megy, hogy ne csak üres kézzel jöjjünk és üres kézzel távozzunk,
ahhoz valamit tennünk kell. Ahhoz valamit látnunk kell. Ahhoz valamilyen útra rá kell lépnünk, hogy milyenre, azt te döntöd el. Ha nem tesszük, látszólag intelligens tápcsatornaként leéljük az életünket, megfelelő étkezéssel és ürítéssel, inputtal és outputtal, és utána viszlát. Mi történt? Valójában semmi. Kedves közönségünk, hölgyeim és uraim, köszönöm a figyelmet, további szép estét, minden jót kívánok!